Jó estét kívánok! Köszöntöm az Ajkai Szó videóműhelyének nézőit. Egy hete megígértem önöknek, hogy folytatjuk a tapolcai napelempark sztorit. Az Egervíz patak melletti városban ugyanis civilek egy csoportja összefogott a bővek tájékoztatásért, illetve amellett, hogy az eddigi információk alapján jobb, ha nem épül meg a tervezett 160 hektáros napelempark a város közvetlen közelében. Ígértem, hogy megosztom önökkel az önkormányzat véleményét, ami abból indul ki, hogy a tavaly év októberében a testület egy úgynevezett munkaindító határozat elfogadásával zöld utat adott a beruházást előkészítő munkálatoknak. Mi is meglepődtünk rajta, hogy adásunk után két nappal Dobó Zoltán polgármester kiállt a nyilvánosság elé, és Kerekperec közölte, hogy néhány napon belül munka értekezetet hív össze, és főleg arra való hivatkozással, hogy a beruházás ügyében eddig nem történt semmi, a munkaindító határozat visszavonását javasolja. Ezelőtt még találkozott a reménybeli beruházók képviselőjével is. Hogy ezen a találkozón pontosan mi hangzott el, azt csak sejthetjük, de nyilvánvaló összefüggést tételezhetünk fel a megbeszélés és a két nappal későbbi nyilvános nyilatkozattétel között. Egy bejelentéssel éltem, sőt kértem képviselőtársam, illetve a külső bizottsági tagok együttműködését, hogy a jövő héten szerdán vagy csütörtökön egy munkaértekezlet keretében üljünk össze, mert javaslom, hogy a nagy naperőműpark kapcsán vonjuk vissza a munkaindító határozatot. Teszem mindezt azért, mert mint a neve is mutatja, a munkaindító határozat annak ellenére, hogy a lehetősége megvolt, hogy elinduljon a munka, tulajdonképpen nem indult el semmi, és számtalan olyan műszaki jellegű kérdés tornyosul, amelyekre még nem kaptunk megfelelő választ. Egyrészt, másrészt, a környezeti feltételek is nagyon sokat változtak azóta, hogy elfogadtuk ezt a munkaindító határozatot, hiszen tudomásunkra jutott, hogy a szomszéd település Zalahaláp is engedélyezett egy hasonló nagyságrendű beruházást. Éppen ezért én arra kérem majd tisztelt képviselőtársaimat és a külső bizottsági tagokat, hogy gondoljuk újra ezt a munkaindító határozatot, és ennek a körülményeiről szeretnék velük egy munkaértekezleten beszélni. Én azt fogom javasolni, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot. A visszavonás az azt jelenti, hogy le is áll az egész beruházás kezdése? El sem kezdődött, de így meg még inkább nem fog elkezdődni. Polgármester úr azt ígért egy korábbi interjúban, hogy ő maga is próbál tájékozódni az üggyel kapcsolatban. Sikerült-e, vagy felvette-e a kapcsolatot valakivel? Számtalan kérdést próbáltunk, műszaki jellegű kérdést, környezeti kérdést próbáltunk tisztázni. Mindez idáig nem kaptam megnyugtató válaszokat. Remélem, hogy a későbbiekben erre majd sor kerül, de most leállítjuk ezt az ezzel az előterjesztés visszavonásával leállítjuk a folyamatokat. Ezzel azonban a sztorinak nincs vége. Többek számára csak a legutóbbi, múlt csütörtöki közgyűlésen vált nyilvánvalóvá, hogy a sokat emlegetett 150 megawattos beruházás mögött két befektetői csoport áll, akiknek semmi köze egymáshoz. Most, hogy a város megszabadulni látszik a 100 megawattos befektetőtől, a figyelem a kisebb 49,8 megawattos telepítendő napelemparkra irányul. A Bioenergy Kft. Egyik ügyvezetője, Pusztai Péter, el is jött a múlt heti közgyűlése és önszántából válaszolt az eddig feltett, de a másik beruházás képviselői által érthetetlen okokból meg nem válaszolt igen lényeges kérdésekre. Először is elhatárolódott a most leállítani szándékozott nagyobb beruházástól, és attól is, hogy az övék egy mintaprojekt lenne, hiszen nagyon is komolyan gondolják egy működő beruházás kivitelezését. Cégük érdekeltsége már több száz megawatt működő és részben most épülő napelempark létesítéséhez fűződik, és foglalkoznak ezen kívül napelemparkok, azaz naperőművek üzemeltetésével is. Beszámolójának azt a címet is adhatnánk, hogy minden, amit tudni akarsz a napelemparkok létesítésének előkészítéséről és a parkok működtetéséről. Pusztai Péter sorra vette a környezet és természetvédelmi aggályokat, kitért az úgynevezett tükröződési hatásokra, és a napelemparkok élettartamának végén meghozandó intézkedésekre, amelyek korántsem olyan súlyosak, mint azt a közvélemény gondolja. Talán sokan meglepődnek rajta, nem költséget, hanem bevételt jelent a felszámolandó napelemparkok tulajdonosának. A terület mérete 52 hektár. A napelempark teljesítménye az 49,8 megawatt. Láttam egyébként aggályokat ez ügyben, hogy
miért 49,8, miért nem 50 fölötti a másik projekttel kapcsolatban. Nézzék, ez nem engedélyeztetési kérdés. Sem környezetvédelmi, sem építési engedélyügyben semmi fajta jelentősége ennek nincs. Egy ügyben viszont van, 50 feletti kapacitásnál ez már nagy erőműnek minősül, és részt kell venni a magyar hálózat, elektromos hálózat rendszer szintű irányításában, ami azt jelenti konkrétan, hogy a rendszer irányító Mavir negyed órával előtte beszól, hogy kapcsoljuk le a naperőművet. Na most ez nagyon nehezen modellezhető egy üzleti tervben, ugyanis a Mavirnak ez saját döntése alapján bármikor előfordulhat ilyen. Tehát mi azt szeretnénk elkerülni, hogy fel le kelljen kapcsolgatni, nyilván sem a technológiának nem jó, és azt sem tudjuk egyébként, hogy ebből mekkora árbevétel kiesés történhet. Várhatóan 2024 április 1-jére fogjuk befejezni a naperőmű létesítését. A helyszín kiválasztás úgy történik, villamos csatlakozási pontot és a csatlakozás műszaki feltételét az EON határozza meg. Nem mi választjuk ki a csatlakozási pontot, ez egy úgynevezett terhelhetőségi számítás alapján. Az EON kiszámolja azt, hogy bizonyos ponton betermelt áram a hálózat másik pontján milyen következményekkel jár, műszaki következményekkel. Egyébként lehet, hogy az itt feltermelt áram az Veszprémben okoz, vagy lehet, hogy Nyergesújfalun, de még azt is el tudom képzelni, hogy akár Pécsen okoz bizonyos műszaki megoldandó feladatokat. Ezt a terhelhetőségi számítást nyilván kezeli. Nyilván alacsony termőképességű területet keresünk, nem szeretnénk jó minőségű földre napelemeket telepíteni. A tervezett teljesítményhez elegendő méretű legyen a terület, megközelíthetőség nyilván fontos kérdés. Környezetvédelmi szempontok talán a legfontosabb kérdés, ne legyen Natura 2000, ne legyen regisztrált vízbázis, ne legyenek örökségvédelmi problémák, ne legyen nemzeti park, magterület. Tehát ezeket, amikor vizsgáljuk, hogy milyen területre szeretnénk a naperőművet telepíteni, akkor nyilván ezeket a dolgokat szeretnénk elkerülni. Lakossági szempontok, nagyon fontos. Nyilván napelem park nem mindenhova való. És nekünk az egyik elsődleges szempont az, hogy mi akkor fejlesztünk jó projektet, és akkor üzemeltetünk jó projektet, hogyha a lakosságot nem zavarjuk. És a lakosság mindennapi életében nem szólunk bele. És ez feltétlenül, azt gondolom, ez egyik legfontosabb szempont. Semmi fajta, semmilyen szálon nem kötődünk a 100 megawattos elképzeléshez. Mi teljesen külön cég vagyunk, teljesen más tulajdonosi háttérrel, azt gondolom, teljesen más referencialistával. Tehát én nagyon szeretnék mindenkit megkérni, és egy nyilvános ülés, szeretnék megkérni mindenkit, hogy attól a dologtól minket külön kezeljenek, mi azt gondolom, hogy van felelős és felelőtlen projektfejlesztősi viselkedés. Mi a felelős projektfejlesztőnek érezzük magunkat, és ebben az irányban éljük az életünket. Mi annak idején kettő területet választottunk ki, egy 52 hektárost és egy 7,5 hektáros területet, ami Sümeg irányában van a mi 52 hektáros területünkre. Megkötöttük mind a kettőre a opciós vételi szerződést. Nem követelte tőlünk egyetlen egy hatóság se. Mi a saját szakállunkra készítettünk egy botanikai és faunisztikai felmérést mind a két területre vonatkozóan, és hát hiába volt nekünk nagyon sok munkánk már az északi vagy a Sümeghez közelebb eső háromszög terület megvételével kapcsolatban, hát kijött egy olyan független szakértői vélemény, ami közel 130 védett fajt mutat a területen, több tízezres tőszámban. 3 héten keresztül négyzetméteres ráccsal mentek végig a szakemberek a területen, és felmértek mindent. És hát ha már felelős gondolkodásra tartunk, akkor nyilván egy felelős gondolkodású projektfejlesztő erről a területről le kell, hogy mondjon. Így tettük mi is, ezt a szerződést mi felmondtuk, hivatkozással erre a tanulmányra.
úgyhogy mi oda nem települünk, és nem kívánjuk megbolygatni ott az élővilágot. Mi az alatta lévő 52 hektáros területre megyünk, amit barnával van jelölve, ott ilyen probléma nem merült fel. Nagyon fontos körülmény, hogy 5 méter szélességben a napelempark területe körül egy cserjessáv fog megvalósulni, amire nem tervezetünk van, hanem tervünk, tehát ez így fog megvalósulni. Rendkívül divers növény fajokról van szó, rengeteg őshonos fajról van szó, és keresek egy képet, ami nagyon jól illusztrálja, tehát ez körülbelül így fog kinézni. Tehát itt egy ember méret, és itt a kerítés tulajdonképpen 5 méter szélesben rendkívül virágos mixből készül ez a úgymond cserjes sor, ami nyilván segíti a terület biodiverzitását, rovaroktól elkezdve kéttértőeken keresztül mindennek nagyon fontos lehet. Továbbá a terv szerint ezt a területet miután létesül, tehát elkezd üzemelni a létesítéskor, mi ezt be fogjuk vetni. 3 verzió van ebben, ez is benne van ebben az anyagban. Én azt gondolom, a C verzió fog nálunk játszani, csak egy előre szólok. Ez is egy keverék, virágzó növényekről van szó, a teljes terület ezzel a keverékkel lesz bevetve. Tehát nyilván amennyire csak lehet próbálunk zöldíteni, és a tájképi előírásoknak megfelelni. A terület 1,5-1,6 kilométerre van a lakott településtől, tehát én azt gondolom, hogy a mindennapi életét sem a beruházáskor, sem az üzemeléskor semmilyen hatással nem leszünk a lakosság életére, és azt gondolom, ez egyik legfontosabb szempont. Volt egy kérdés a tükröződéssel kapcsolatban a lakossági fórumon, nem tudom, hogy a szakértő urak miért nem válaszoltak erre. Itt a tükröződéssel kapcsolatban, hogy hát nyilván nagyon erős tükröződésre számítanak a kérdezők. Következő a helyzet. Ezek az új panelek egy úgynevezett antireflektív felülettel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy mindössze a besugárzó napfény 2%-át verik vissza. Most ez a 2% visszatükröződés, ez egyébként kevesebb, mint amennyit a gyepszőnyeg tükröződik vissza. Ezek a panelek azon az elven működnek, hogy befogadják a napfényt, minél többet tükröznek vissza, nyilván annál alacsonyabb a termelés. Tehát ilyen dologtól egyáltalán nem kell tartani, mert pont ezért, tehát maga a technológia erre épül, a napfény befogadására, nem pedig a napfény visszaverésére. Jó, tehát ha ez valamennyire megnyugtató, akkor én ezt tudom mondani. Őszinte leszek, ez nem egy munkahelyteremtő beruházás. Tehát ez egy automatizált rendszer, itt az egy normál napi üzem, hogy ide nem megy be senki. Tehát én azt gondolom, hogy munkahelyeket ígérni részemről az óriási felelőtlenség lenne. A beruházás során veszünk igénybe helyi munkaerőt, most is egyébként helyi cég dolgozik a területen, azt is el fogom mondani, hogy mit csinálnak, és de az üzemeltetés során nem tartom valószínűleg, talán egy-két fő, aki szóba jöhet, de nem tartom ezt sem egyébként valószínűnek. Ide fölírtam magamnak birkák, hát birkák nem lesznek, tehát nem tudok mást mondani, nem szeretnék senkit félrevezetni. Ez egy olyan kerítéssel körülkerített napelempark, ami a kerítés maga mozgásérzékelő, és a mozgásra kapcsol be a kamera, ami aztán küld egy jelet egy központba, és ők megnézik a kamerán, hogy most ember ment-e be, vagy nyúl ment-e be, vagy berepült-e valami fácántól elkezdve, nem tudom micsoda. Nyilván ezek a birkák naponta többször bekapcsolnák ezt a riasztó rendszert. Tehát itt nem lesznek birkák, mert egyébként legeltetni sem fogunk, mert ez majd kiderül az anyagban, 40 centire felnövő zöld terület nem igényel különösebb kezelést, éves szinten kétszeri kaszálás, egyszer-kétszeri kaszálás maximum kézi erővel, ami szóba jöhet.
Szeretnék válaszolni, ugyancsak a nem tudom miért nem került megválaszolásra a másik lakossági fórumon. A paneleket nem kell mosni ezen az éghajlaton. Tehát mi üzemeltetünk 12, pontosan 12 naperőművet Magyarországon. Egyetlen egy van, ahol mostunk panelt az elmúlt 5 évben, ez a Nádasdy napelemparkunk, ami egy rekultivált sóderbányában van, és egyszerűen nem telepedik meg semmilyen növényzet, és állandóan a szél felkeveri a port, és ráviszi a panelekre. Itt mostunk, ha jól tudom, az elmúlt 4-5 évben talán 2 alkalommal. Ezen az éghajlaton nem kell mosni a paneleket, de ha véletlenül mégis kellene, akkor környezetvédelmi hatósági előírás, hogy kizárólag tiszta vizet használhatunk. Ez is benne van ebben az anyagban, amit oda fogok adni. Semmilyen vegyszert nem használhatunk a terület karbantartására, semmilyen vegyszert nem használhatunk a napelem panelek mosására. És akkor ugye jöhet a kérdés, hát hogyan lehet ezt ellenőrizni? Ez úgy lehet ellenőrizni, hogy minden parkunkban egyébként szúrapróbaszerűen megjelenik a környezetvédelmi hatóság, és talajmintát vesz. Tehát a talaj bizonyos pontjairól, a terület bizonyos pontjairól a talajmintát vesz, és ezt bevizsgálja, és hogyha esetleg vegyszer nyomait találja, akkor nyilván nekünk erről nyilatkoznunk kell, hogy mégis mi történt ott. Tehát ez egy zöld terület, nem kell mosni alapból a paneleket, ha kell mosni, akkor ez kizárólag tiszta vízzel történhet. Iparűzési adó mértéke, úgy gondolom fontos kérdés, ez nagyságrendileg 50-70 millió forintra taksáljuk mi ezt az éves iparűzési adó bevételét a városnak. Ugye lehet kérdezni, miért nem tudjuk pontosan megmondani, hiszen vannak napelem parkok, akik működnek a környéken is, és hát ezt pontosan be lehet lőni ennek az összegét. Most az a probléma, hogy azok a napelem parkok, amik működnek a környéken, ezek mind úgynevezett kátrendszerben működnek, kötelező átvételi tarifa, ami ez egy fix díj. Most ezek az új napelem parkok, amik létesülnek, ezek már az új rendszerben létesülnek, kát alapon nem tudják eladni az elektromos áramon, ezért napi áron adják el az energia tőzsdén, vagy egy kereskedőn keresztül, napi árfolyamot meghatározva. Azért nem tudom önöknek megmondani, hogy ez most 50 vagy 70 vagy akár több, mert ha ezt kérdezik tőlem, akkor gyakorlatilag azt kérdezik, hogy mondjam meg, mennyi lesz az elektromos áram ára mondjuk holnap vagy a jövő héten. Én azt gondolom, erre senki nem tud választ adni. Mi feltételezésünk szerint ez jóval magasabb lesz, mint a kátos ár, tehát a kát alapon üzemelő erőműveknél nagyobb bevételt tud elérni a naperőmű, ezáltal nagyobb, nyilván magasabb kockázat mellett, de nagyobb bevételt tud elérni, ezáltal magasabb iparűzési adót tud fizetni. Tehát kátos erőművet ezekkel az erőművekkel összehasonlítva, az gyakorlatilag olyan, mint almát körtével összehasonlítva. Visszatérő kérdés volt, a telepítés, pontosan az életciklus végén mi történik a napelem panelekkel. Ahogy mondani szokták, helytelen feltételezésből helytelen következtetés vonható le. Esetünkben a helytelen feltételezés az az, hogy ez a beruházónak vagy a napelempark tulajdonosának egy költség. Ez a helytelen feltételezés. Nyilván a következtetés ebből az, hogy vajon képes-e az életciklus végén ezt a költséget kifizetni, akarja-e kifizetni, akarja ezeket a napelem paneleket onnan a területről eltüntetni. Ezzel szemben a helyes feltételezés, és ez tény, hogy ez nem költség, hanem bevétel. Tehát az történik, hogy a napelem panelek 95%-a újrahasznosítható, a tartószerkezet 100%-ban újrahasznosítható, ugye ott marad egy rés, ez az 5%, ami veszélyes hulladéknak minősül. Erre van egy úgynevezett környezetvédelmi termékdíj, ami 57 forint kilónként napelem panelekre. Ezt előre kellett kifizetni. Mindenki, aki napelem panelt vásárol, az egyébként ezt az 57 forint per kilogramm díjat kifizeti előre. Ez azt jelenti, hogy amikor vége van az életciklusnak, akkor itt meg lehet versenyeztetni olyan cégeket, akik megvásárolják az eszközöket, lebontják, ezért még pénzt is kap a tulajdonos. Az 5%-nyi
az 5%-nyi veszélyes hulladékot pedig ingyenesen beszállíthatja bizonyos megsemmisítő helyekre, ugyanis ennek a megsemmisítési költsége az 57 kiló forint per kilogramm, ez ki van előre fizetve. Tehát ezt ezért kell kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ebből az aspektusból közelítjük meg, hogy ez egy bevétel, akkor mindjárt más szemmel néz rá az ember. Az önkormányzat ezen a közgyűlésen nem hozott határozatot, de a korábbit ezzel nyilvánvalóan jóvá hagyta, és így zöld utat adott a kisebb napelempark építése folytatásának.